Na, sziasztok, skacok! Üdvözöllek titeket! Folytatom a Horizon Zero Dawn-t. Ugye itt az előző részben a városba bókláztunk. Kiderítettük, hogy... hát igazából nem nagyon derítettünk ki semmit. Csak arra jöttünk rá, hogy Olin az nincs itt. És hogy... valószínűleg a gyilkosoknak segítkezik az miatt, hogy elrabolták a családját. Jó, menni kéne a főküldetés fele szerintem. Az most az elsődleges célom, de elég szar lesz most így azért gyalog menni. Ezért meg körbe kéne menni arra. Jelen nem tudok menni. Azt tudja, az útbe esne. Mekkora lenne csirké lovagolni? Ezt is össze kéne szedni. Ja. Ez egy kilátó amúgy, ez hol a francba van? Elvileg ez itt van valahol pont előttem. Hát ez így... nagyon hosszatalmas lenne, úgy érzem. Merre van? Ott fönt. Ja, hogy ott fönt? Aha. Várj, akkor annak itt van valami útja. Oh yeah. Ez az. Ezek az elrejtett dolgok, ezekbe simán el lehet veszni ebbe a játékba amúgy. Annyi minden van. Ó, király, van egy kis jutalom is. Jó, sok minden. Na nézzük. Hó, nem akartam oda felugrani, te. Lány, te. Na, igen. Na, mi van? Oh. I was sitting on my tent right here when Wyatt's call came through. I came as fast as I wow. could, but you'd already slipped into a coma. We never got a chance to say goodbye. Vadászrepülőgépek itt. Kemény nagyon. És igazából itt nem volt város régen, ahogy nézem. Csak ilyen magas sziklák. Kemény. Ja, és ott most van, ott is, ott is, ott is, de az mint hogyha valami különálló rész lenne, ez, hogy onnan lehetne bemenni. De durva, hogy van ez a térkép alapján? Jó, hogy ezt látom, megmondom, ezt látom, gondolom én, vagy itt valami messzebb dolgot látok. Á, a franc tudja. Nem semmi. Az már tuti. Jó. Most ide menjek be. Akar a tökönbe menni. Azt sem tudom, hogy tudnék oda bemenni. Honnan lentről körbe kéne menni, basszus. Innen nem tudok átmenni arra, szerintem. Ha csak nem arra. Az a baj, hogy amíg azt befogom, addigra lehet oda érek a francba, ahova menni akarok. Ja. Úgyhogy... úgyhogy most nem tökölök avval,
itt van a küldetés is, van itt minden, hoho, gyerekek. Menjünk egyet, mielőtt ezt a csirkét megpróbálom befogni. Hát, ha lehet. De még messze van. Jó, hogy ott is lett volna egy... Oh, az... Na, itt is van egy árus. Eljövök mellette, nem is látlak. Így van, olyan légcuccot ide nekem. Csá! Turgulmadár. Nem tudom, hogy azt be lehet-e fogni. Mentünk egyet előtte, és akkor kiderül. Na. Hát akkor nem kellett volna. Na, ez inkább kellett volna. Így van. Jó nagy darab vagy. Hát nem tudom befogni. Így van. Haha. Leamortizáltalak téged, de... Nem értem veled semmit. Kár, hogy csirkén nem lehet lovagolni. Ilyet se lehet befogni amúgy. Na gyere ide! Hát, ha be tudlak fogni, jó lenne. Gyertek már ide, szórakozzatok velem. Na nézzük csak. Nem, ezt is csak silence-felni lehet a francba. Vagytok szarva. Hát megint van valami szar.
Crocolis. De jó. Pacserek, szuper vadvidék, úgy látom. Nézzük arra. Ó, bazd meg. Kutya. Van itt minden. És itt lett volna ló, ne szopass. Szívás ez így. Na most nem izéhoz megyek pont a krokodilokhoz. Ezek a cuccok, amiket fölveszek. Ó, hogy jól rohadjatok meg! Futás! Ennyi innen. Tűnés! Még az is ide jön. Hát beszarok rajtad, akkor majd mondom. Csak muszáj voltam befogni egy valami járművet, mert azért itt akkora területek vannak, hogy az hihetetlen. Gyerünk, fuss! Hogy át kéne jutnom. Ugye nem is jó irányba megyek. Jó, ennyire eljöttem, ne szopass. Az meg. Hagyj békén, nincs is semmi látnivaló. Ó, ezek nem barátok. Ne mondjad! Erre kéne menni. Ó, vacserek.
Nem is látom, hogy merre vagyok már. Oké. Ide megyünk most. Mentünk egyet előtte mindenképpen. Hol az a campfire? Itt van. Lovas ijász vagyok. Hagyd meg. Hogy kap be. És kinyírta a pacimat is. Így van. De hogy mindig engem így bazd meg, szopatni kelljen. Ó, húzd ma innen te is. Na, örülök neked is. Mi a fasz van itt mögöttem? Azt hittem van itt valami. De tudjátok, mit harcoljatok egymással. Te azok olyan halálosak? Már hogy még a szintjét se látom. Nagyon kemény. 20-as. De hogy még... Hú! Ez durva azért. Nagyon durva ez a hely, nem panaszképpen. Hogy megyek itt föl? Ja, itt oldalt. Mi van?
Hogy ezért védik ennyire ezt a helyet, basszus. Ott van Olin. This is what you intend. To bring these ancient things back to life. Their power serves us. Machine demons from beneath the ground. It's a nightmare. Nightmares, yes. The worst dreams of our enemies come true. Yes, rise! Az igen. Milyen töltények vannak ott a csávónak a nyakába. These things will destroy us all. They will only destroy our enemies and bring us back the lands that were taken. Stop working. Jó, nem működik a fókusza. We may have intruders. Forgive this intrusion, Aloy. You left me no choice. Jó, valaki beszél hozzánk. Who is this? Ki az? An interested party. Now the focuses are disabled, but I don't know for how long. The rest is up to you. Ki iktatta a fókuszát? Ki az? Valaki beszél hozzánk, nem tudjuk ki az. Durva. Mi itt a feladat? Hát hülye vagyok, oda oldalra is ki van írva. Ennyi legalábbis. Oda minek menjek le? A démonoknak mi a gyenge pontja? Tűz? Hát ezt a szart! Nagyon ügyes vagy, haver. Hát ez kinyírta saját magát, te szopas. Az most komoly? Hát ilyen nincs. Életképtelen volt. Lol. Hát ez azért... Na. Szerintem először a felsőeket kellene kiiktatnom. Fönt mennyi van? 3. Hát jó, hát egy kinyifont magát, öngyilkos lett. Utálta az életét biztos.
Így van. Oké, jó kis fejeseket lövök nektek. Ahhoz pedig még közelebb menjünk, úgy érzem. Ide fönt semmiféle fedezék, ahogy nézem. Köröz magán kívül. Nem lövöm meg még egyszer, akkor észrevesznek. Jaj, nem biztos, hogy észrevettek volna. Majd ha elmúlik a készültség, akkor rálövünk még egyet. Ez az. Király. Meg vagy haver. Ha nem tudok fölmenni oda, csak onnan tudnék lejönni ide. Itt van mondjuk valami perem. Azon gondolkozok, hogy ott is van valami, amit rá tudnék borítani a démonra. Bár szerintem semmi. Ott azt. Esetleg oda menne. Vagy ezt. Akkor így arra fordul, nem? Mindjárt megnézzük. Elcsöztem. Bassza meg.
Nagyon kevés ideig van ott azon a felén, az a baj. Ugye teljes kört kell várni ilyenkor. Innen ezt meg nem fogom tudni úgy eltalálni, hogy ledőljön. Mondjuk ez amúgy sem ment volna oda el, ahogy nézem. De nem is arra megy, amerre mutatja ez a kibaszott nyíl szerintem. Nem igazán. Arra föl nem is megy. Na mindegy, hát akkor kinyírom simán. Kész. Mert mindjárt ránk sötétedik. Na nézzük csak az embereket először. Ez nagyon szép volt. És? Kit szeretnétek kinyírni? Nem is láttok engem. Vagy igen? Jó. Most Alinnak mentek neki. Bazd meg, nem akartam leesni! Úristen, leestem. Bekapatod. Hát leakciózlak titeket simán. Mi van? Nem mondod. Valin kinyírta az izét? Már csak az izé van, ez a szar. Kemény. Na, várjunk csak. Kéne várja gyártani. Jó. Tudunk ilyet is. Kell még? Menjünk csak, tudunk még. Mennyi fér ebből? 15? Nem, 20 van, 5. Na jó, akkor most így szépen. Tűzellenállásom van, kecseg. Haha.
El kéne találnod. És az jó, jól sebez. Az igen. Na várjunk, csak van nekem ilyen ellenállásom. Vagy nincs? Itt van a... Bum. Mutasd magad. Jaj, már kilőttem a dolgaidat, haha. Nem akarsz felrobbanni? Na azért. Hehe, köcsög. Ez az. Éla, hogy nem tudod leverni. Na, még lehetne is ilyeneket használni elég erőteljesen, mert hasznos dolgok, úgy érzem. Nézzünk itt körül. Ugye ez magát kinyírta az elén, haha. Ja, tényleg a ruhát az lehet upgrade-elni is amúgy. Én meg el is felejtettem, hogy azt nem csináltam meg. Jaja. Na nézzük csak. Ruci, ruci. Ja, craftolásnál tudom megcsinálni. Igen. Igen, és mit tegyünk bele? Van azért sok cucc. Hát de mondjuk ez mivel elég jó a fire resistje, ezért az alapból nem kell beletenni szerintem. Nincs is több cucc. Ennyi. Na várjunk, akkor közelharc. Resist. Méletek. 11%. A jeget. Jeget is képes. Hát mondjuk ez. Ez mondjuk. Hát mondjuk a steel, láthatóság. De ez lesz az egyik szerintem. Csak hogy jég legyen a másik. Ja. Legalább kéket tegyünk bele. Oké. Nem lett volna jobb szerintem egyik se. Szuper! Ó, ott van valami a nagy csávónál. Vagy csak egy nagy stuki lett volna. Mi ez? Semmi. Jó van akkor. Nem csak ott még van valami. Az mi? Hear me out. Jól van, mindjárt hallak ám. Egy pillanat. Igen. You came for me. Fogok veled mindjárt beszélni, nyugodjál meg. Csak azt nézem, hogy főszedtem-e mindent. You came for me. I'm ready.
Készen vagy, haver? Én is készen vagyok tőled. Baszta cit. Jó, nem látok mást igazából. Jó. You came for me. I'm ready. Jó, van, mondjad már, hát I promise. I'll tell you everything. I know you will. Mi van a gyilkosokkal? The killers who came for me at the proving. Who are they? The Eclipse. Some kind of holy warriors. A cult of the Shadow Carja. Shadow Carja? Except they're not like any Carja I've known. They don't pray to the sun. They worship some kind of devil. I'm not interested in their superstitions. Oh, it's not a superstition. Their devil is real. It has a name, a voice. The most terrible voice. And they do its bidding. Az ördög valós. You say this devil, the Eclipse worship, has a name? Hades. That's what they call it. Hades. And you've heard it speak? Steel to my soul. I heard. Just once, when it saw you. Such a voice. A cold, awful jangle that scrapes your bones. That hollows your guts. A metal sound. But like nothing dug from the earth or smelted in a forge. And what did it say? System threat detected. Just three words. But in the voice of a devil. Hmm. Tudjunk meg minél több információt tőle. What are these Eclipse cultists after, besides me? They never said. But given the Carja civil war, they must want to overthrow Sun King of Ard and take Meridian back. What do I have to do with that? I don't know. When they attacked the Proving, a man came for me. Tall, strong, dead eyes. He is. And who is he? The Terror of the Sun. Stacker of corpses, we Osram called him, when he was the Mad Sun King's champion. If only he'd died with his king. But now he leads the Eclipse. I tell you, he's the most dangerous man alive. Úristen, mennyi információ. The Eclipse were sent to kill me because I look like another woman. Older, maybe twice my age, short hair. Who is she? I don't know. My focus found her image once, in the ruins at Maker's End. Maybe you can find her there. You found her image in the ruins? How? There was a door beside it, a kind of ancient device that contained the woman's image. My focus recorded the location. You do look like her. Is she your mother? I'm the one asking questions. Hmm. How did the Eclipse recruit you? I know they took your family hostage, but why you? I was a scrounger, a rummager in dark places, good at what I do. I suppose they knew I would serve them well as a scout. I had taken a delve near Maker's End. When I surfaced, they were waiting. I laughed when I saw the priest, but then he showed me Helis's encouragement. I didn't laugh after that. They gave me a focus to watch my every move. I followed orders. You had access to Meridian. Why didn't they get to Avad through you? Too much dirt under my nails for an audience with the one true Sun King. But whatever Ursa or Aaron told me, the Eclipse heard every word through my focus. That's why I couldn't warn you. If I'd tried, they would have killed my family. Hmm. Why are the Eclipse digging up ancient machines? And how do they get them to work? I thought they wanted them for scrap, but they brought them back to life. Plugged some kind of device into the corpses so that Hades could whisper to them and call them from their grave. I've fought that kind of machine before. Are there others? Yes. The ones you fought today they call corruptors, but there are others. Much bigger, bristling with ancient weapons. Those they call Deathbringers. I've only seen them buried in the ground, but after today, anything is possible. Sounds to me like they're raising an army. If so, the world will fall, and I helped dig the pit. I've heard enough. It's time to finish this. I won't beg for my life.
But if there's any mercy in you, free my family. Please. Where would I find them? My focus recorded the location. There are always guards there. You look like you can handle yourself. Találjuk meg a családját. De végülis kényszerítették csak. Arról segítsen nekik. Hát nem leszek gonosz vele, meg nem is leszek érzelgős vele. All this time I tracked you down. I thought this decision would be simple. It's not. Your role in events was coerced. Perhaps you're not an evil man. Just a weak one. I am. The only strength I ever found in this life was my family. Death is what you've earned. And yet... I know what I deserve, Aloy. You shouldn't hesitate. Oh! Még be is kezdik... mondanunk neki a dolgokat. Ó, ezek... Várja! Nézzük a szívecskét először, vagy... Vagy mind a három lesz, vagy csak az egyik. Nem tudom, úgy szerintem a... Akkor itt már csak a izét választanám. Azt, hogy befenyítjük. Lehet legyünk érzelgősek, mit tudom én. Nem, fenyítsük be, az kész. I know you committed your crimes to save your family. But because of your crimes, dozens were murdered. Dozens of families were destroyed. My own included. I can't let you live. I'm sorry. Please, my family. Don't tell them what I did. So, you're ready then? To answer for what I've done. The lives I've ruined. Yes, I'm ready. Mi van? Megöltük. Ne szopass! Hát nem akartam megölni, attól független... Bazd meg, nem áll. Mi van? Nem akartam! Azt hittem, csak befejítjük! Ne. Hát nem, ezt nem egészen így akartam volna. Nem is ezt akarom nézni, azt itt. Bazd meg. Erre fel kell mennünk. Bazd meg, ezt nem így akartam. Nem gondoltam, hogy megöli, azt hittem csak befenyítjük. Ez úgy érzem rossz választás volt, nem ilyen vagyok. Na mindegy, most már nincs visszaút. Skill pontunk van 3. Azt elhasználjuk erre. Oké. Okay. És akkor... Hát nem. Ezt nem egészen így akartam volna. Na mindegy. Erre van itt a kiút. Hát basszus. Most még mindig ki vagyok akadva, ilyen sokkot kaptam, feelingem van.
Ja. Oké. Legalább közel van egy jármű alkalmatosságaink. Az nem érdekel minket. Akkor tulajdonképpen... Ó, nem így akartam. Csak felállni akartam, ez meg elkezdett volna már menteni. Jó, maskacok. Hát meglepő dolgok voltak ebben a részben, az biztos. Most én le vagyok egy kicsit csokkolva, hogy megöltük Olin-t. Nem akartam igazából, tehát azt hittem, hogy csak simán befényítés lesz, hogy akkor többet tudjátok csinálni. Végig csak a családjáért csinálta, tehát... Na mindegy, ezt elcsesztem. Jó, maskacok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, osszatok meg ismerőseiteknek, iratkozzatok fel a csatornára. És akkor jövök hamarosan a következő résszel. Sziasztok!